Csillag. hírek A Csillagpont Rádió hírműsora. Csúcsra jár Miskolc gazdasága a Fidesz szerint az egyházak társadalmi szerepvállalásáról tartottak konferenciát Miskolcon. Teljesen megújul a Szent Péteri Kapui József Attila könyvtár elektromos hálózata. Köszöntöm Önöket Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. április 28-án pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Csúcsra jár Miskolc gazdasága, a város gazdasági teljesítőképessége messze az országos átlag fölött mindent felülmúló dinamizmussal növekszik. Köszönhetően a Miskolciaknak hangsúlyozta Sós Attila, a Fidesz Miskolci frakció vezetője sajtótájékoztatón. Az elmúlt hat év teljesítménye a város 2016-os adóbevételi adatai alapján nyugodtan kijelenthető mindent felülmúló dinamikát mutat Miskolc gazdasági fejlődése. A teljesítmény közös siker, a bevételi adatok annak köszönhetően alakulhattak így, hogy a miskolciak, az itt élők, az itt dolgozók, az ebben a városban vállalkozást folytatók, az üzemek komoly teljesítményt raktak le az asztalra, emeltek ki Sós Attila. A Fideszes frakcióvezető emlékeztetett Krizákos polgármester már évértékelőjében utalt rá, hogy milyen nagyarányú és erős növekedés mutat Miskolc gazdasági teljesítménye. Az áprilisi közgyűlésen pedig konkrét adatokkal is szolgáltak arról, hogyan alakultak Miskolc bevételei a tavalyi esztendőben. Sósatila leszögezte, a város adóbevételei soha nem voltak olyan magasak, mint 2016-ban. Összegük elérte a 13,4 milliárd forintot, ami 2010-hez képest 42%-os növekedést jelent. Ez a bevétel ráadásul úgy alakult ki, hogy az adómértékek 2010 óta érdemben nem emelkedtek, húzta alá a politikus. A gazdasági teljesítőképességet jelző helyi iparűzési adóbevétel 2010 óta 57 kal emelkedett, mint egy 6 milliárdról több mint 9 milliárd forintra. Ez a szám messze felülmúlja az országos átlagot, évről évre 10 százalék körüli teljesítménynövekedést jelent. Mindezt úgy, hogy az iparűzési adó mértéke nem emelkedett 2010 óta. Az emelkedő bevétel a Miskolciak teljesítményének, a hozzáadott értékeknek köszönhető emeltek is Attila. Mindezek ismeretében kijelenthető, csúcsra jár Miskolc gazdasága, erősítette meg a politikus. Messze az országos átlag fölött mindent felülmúló dinamizmussal növekszik a város gazdasági teljesítőképessége, köszönhetően a Miskolciaknak mondta. A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalásáról tartottak nemzetközi konferenciát a MAP székházban a közelmúltban. A köszöntések során elhangzott, a hit védelme és a szegények szolgálata mellett ma már újra vannak oktatási feladatai az egyháznak, de a betegápolásból, a szociális gondoskodásból és karitatív tevékenységekből is kiveszik a részüket a nemzetközi konferenciát egy annak hátterét megadó nemzetközi kutatás előzte meg, melyben az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága, valamint a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vett részt. A kutatás témája a történelmi egyházak társadalmi és gazdasági szerepvállalása volt. Közel fél száz interjút készítettünk egyházi személyekkel, vezetőkkel, illetve kérdőíves kutatást is végeztünk lelkészek, papok körében, ismertette Tót Kinga egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének igazgatója. Aztán felkerestük azokat a szociális és gyermekvédelmi intézményeket, óvodákat, iskolákat, felsőoktatási intézményeket, amelyek egyházi működtetés irányítás alá tartoznak. Arra tettünk kísérletet, hogy bemutassuk azt a szertágazó tevékenységet, amit a lelkipásztorkodás és a hívek toborzása mellett az egyház mindennapi életének különféle szinterein végez. Ha például szociális munkáról beszélünk, akkor az egyházak megkerülhetetlenek. Ők végeztek ilyen jellegű szolgálatot először, a mai napig nagyon fontos szereplői ennek a szegmensnek. Ugyanakkor az állami oktatásban is, jelesül a Miskolci Egyetemen is komolyan foglalkoznak a témával a szociológiai intézetben mások mellett szociális munkásokat is képeznek. Ebben a világban nagyon fontos, hogy ne csak az anyagiak kerüljenek előtérbe, hogy ne csak örlődjünk a taposó malomban, hanem lássuk, hogy van lelkünk, aminek néha szárnyalnia kellene fogalmazott az intézet igazgató. A konferencián 15 előadást hallhattak az érdeklődők. Egy beszámolót arról a széles körű több hónapig tartó kutatási tevékenységről, amiben a Beregszászi Lehocki Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont is bekapcsolódott. Rósz András egyetemi tanár, a MAB elnöke az egyházak szerepéről szólt rövid történeti áttekintésében. A modern korhoz érve rámutatott az állam és az egyház szétválasztását követően is bőven maradt feladata utóbbinak az élet megszervezésében, gondoljunk csak az egészségügyben vállalt tevékenységükre. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettese, a Történet Tudományi Intézet igazgatója példaértékűnek nevezte, hogy a konferencia nemzetközivé vált a Beregszászi Főiskola jóvoltából. Új metodista templom épül Miskolcon. Az új templom az Apácai Csere János utcában épül fel. Alapkövét múlt szerdán tette le a metodista egyház közép- és déleurópai centrál konferenciájának püspöke. Egy az 50-es évek óta használt épület helyén Rostás László főépítész tervei alapján készülhet el a gyülekezeti központ, a csak nem egy évszázadra visszanyúló Miskolci metodista közösségnek ez lesz az első temploma. Teljesen megújul a Szentpéteri Kapui József Attila könyvtár elektromos hálózata a Borsodi megyeszék helyen. A Miskolci önkormányzat által finanszírozott beruházás során a teljes vezetékhálózatot kicserélik, új lámpatesteket szerelnek fel és felújítják a szellőztető berendezést is. Ez idő alatt a könyvtár nyitva tart, megszokott szolgáltatásaival, programjaival, foglalkozásaival várja az olvasókat, mondta a Prókai Margit igazgató. A József Attila könyvtár egyébként a központi második Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár egyik tagkönyvtára. Most Prókai Margitot hallják. A Szentpéteri kapu József Attila könyvtárban részleges felújítás zajlik a fenntartó támogatásával. Az elektromos hálózat teljesen elavult már, és annak a teljes cseréjére kerül sor, illetve a szellőző berendezés is megújul. Erre nagyon nagy szükség volt, mert már a számítógépek sem tudtak normális üzemmódban működni, életveszélyessé vált a több mint 50 éves kapcsolószekrény, tehát itt most egy nagyon fontos ö, ö, felújítás következik a József Attila könyvtárban. Nem zárunk be a felújítás idejére. A kivitelező művászol, nagyon kedvezően állt a dolog, hogy is ígéretet tett arra, hogy a lehető legkisebb zavart fog okozni a könyvtár életében a felújítással. Hétvégén is dolgozni fognak, ezért nem kell bezárnunk. Az alapsorban kezdték a munkálatokat, és utána haladnak tovább a földszintre, és a lehető legkisebb zajjal, korral igyekeznek megoldani ezeket a munkálatokat. Köszönöm a figyelmet, hogy a csillag.rádió híreit hallották. csillag.hírek. hírek. A csillagpont hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.